Hello mindenki! Hát rég jártunk erre felé, már a Pixel környékén. Pár évvel ezelőtt bemutattam pár részben, azóta viszont eléggé megváltozott, többek között kiegészült egy csomó újdonsággal, aminek az alapja, már mondanom sem kell, az AI. Viszont maradt ingyenes, illetve hát ingyen is kipróbálható, mert azért havidíjas, a drága, vagy hát nem olyan drága, de kapunk némi kreditet, amivel ki is próbálhatjuk. Ezt fogjuk most tenni, és megnézzünk néhány új funkciót benne. Amire szükségünk lesz, az nem a Pixeler Editor, mert ez egy ilyen Photoshophoz hasonló, böngésződből is elérhető képszerkesztő, hanem a Pixeler Express, ami egy egyszerű verziója ugyanennek. Ebbe találjuk a több AI funkciót, és most ebből fogunk kettőt kipróbálni. Szóval, miután beírtad a címet, ami meg fogsz lepődni, de pixeler.com, utána válaszd a Pixeler Express-t. Majd pedig megnyitunk egy képet, hát mondjuk éppen ez, de ezen már lehet, hogy dolgoztam, úgyhogy meg már kipróbálgattam itt a dolgokat, úgyhogy azért van itt bent. Szóval megnyitunk egy képet itt az Open Image parancsal, Aminél rögtön egy kis ablakon előjön az ilyen online képszerkesztőknek a legnagyobb problémája, hogy hát itt azért véges a szerkesztési területünk, mármint hogy mekkora képekkel dolgozhatunk. Fotóm az körülbelül 24 megapixeles, erről csak álmodhatunk, de nem olyan rossz felbontás van egyébként olyan 10 megapixel környéki, hogyha itt az Ultra HD-t választjuk, tehát akkorára fogja leméretezni, a képünket. Ez azért nem rossz, mert így az átlagos Full HD környékén van, de maxoljuk ki a lehetőségeinket, úgyhogy válasszuk a max felbontást. Ez a példa fotónk, itt oldalt pedig látjuk az eszköztárat, amiből itt az AI tools lesz majd szükségünk. De mi is a probléma ezzel a fotóval? Hát ugye akció, kép, elég nehéz megtervezni, hogy honnan és éppen melyik pillanatot lőjük. Mind a kettővel volt egy kis probléma. A helyszínnel annyiból, hogy nem annyira tiszta a fő témánk, nem gáz, de azért lehetne egy picit tisztább. Mondjuk, hogy ez a biciklis itt a tiszta égbolt előtt ugrik éppen. Az időzítéssel meg ugye az volt a probléma, hogy egy kicsit már kezdtünk lemaradni a kép tetejéről. Úgyhogy két AI funkciót fogunk használni. Egyrészt ugye megnöveljük a képet, tehát a szoftver majd majd kitalálja itt a hiányzó képterületeket. Ez a Generative Expand, már a Photoshopból is ismert. Másrészt van egy Generative Transform lehetőségünk, amivel a fő témánkat oda tehetjük a képen, ahová akarjuk, függetlenül a hátterétől, átméretezhetjük, elforgathatjuk a képen. Szóval nézzük az AI funkciókat, amit itt érsz el, rákattintva pedig meg is kapjuk őket, azért van jó pár Amire az első körben szükségünk lesz, az a generatív expand, akár be is írhatod, hogy mondjuk itt a, ugye a magasságot szeretnénk megnövelni, tehát mondjuk legyen ez ilyen 3060 pixel, de szépen itt megragadva ezt a képet bárhová húzhatjuk ezen a most már kiterjesztett területen belül, és ha ide húzzuk, akkor ugye itt a Pepita mintázatra fog új információt pakolni. De akár beállíthatunk persze ilyen előre definiált képméreteket is. Amit egyébként a kipróbáláshoz kapsz, az ha jól emlékszem, mert már használtam egy párszor, csak nem jegyeztem meg, olyan 50 kredit, és ugye ez a kép módosítás most ez kettőbe kerül ebből az 50-ből, hát, illetve nekem már csak 38-ból. Szóval x és rögtön kapunk itt két példát is, amiből bármelyikükre kattintunk, akkor már el is fogadjuk, és megváltozik a kép. Nagyítani meg nem lehet, ez egy kis probléma. Egyébként mind a kettő jónak látszik. Ami probléma szokott még lenni, legyen mondjuk az első, hogy van, hogy átrajzolja a hátteret olyan területeken is, ahol egyébként nem kellett volna változtatnia. Ebből a távolságból elég jól néz ki a kép. A háttér, az nem tudom, hogy miért változott meg, itt olyan, mintha tök feleslegesen ki lenne élesítve ezek a területek. Eredetileg ez így nézett ki. Ha megnézitek például itt ezt a területet, vagy itt ezeket a területeket, akkor erre nem annyira volt szükség. Ez egy apró probléma, de a képünk tök jó. Ez volt az első lépésünk, a második pedig a transform lehetőség, aminél a fő témát oda tesszük, ahova akarjuk, én pedig ide az ég elé akarnám inkább. Tehát, hogy itt a bringás seggében ne érjenek bele az ágak. Szóval AI Tools, kicsit lejjebb görgetünk, és itt van a transform. Ami már azonnal elkezdi számolgatni, egyébként kijelöli a fő témát, tök jól. Ezt lehet egyébként, hogy bonyolultabb képeknél nem találja meg ilyen egyszerűen, és ezt a fő témát már mi arrébb is tehetjük. A szellemképe az ott fog maradni, de semmi probléma. Szóval arrébb tesszük, el tudjuk forgatni, és akár méretezni is tudjuk. Közben a szellemképe pedig lassan, ahogy számolgatja ki a háttérnek a kiegészítését, elkezd eltűnni. Hát én valahová ide tenném. Tökéletes kompozíció, tökéletes időzítés. Szóval ez a végeredményünk, aminél azért van egy kis probléma itt a lerenderelt éggel. Ezt, ha nagyon akarjuk, akkor felhőknek is vehetjük, de kicsit olyan fura a többi felhő képest. Viszont a hátterünk és a fő témánk tökéletesen elkülönített egymástól, tehát a fő témát bárhová húzhatjuk. Ugye itt a küllőknél nem vágta ki a kereket, úgyhogy azért teljesen bárhová mégsem. Szóval azért úgy módjával, de helyezhetjük a képen sok helyre, át is méretezhetjük, a fő témánkat, illetve elforgathatjuk szabadon. Mondjuk legyen itt. És amit még meg akarok csinálni, az az just nál egy pici kis módosítás, de ez már nem az AI-jal, csak a hagyományos eszközökkel, az árnyékos területeket így feljebb húzzuk. Ja, meg itt van ez a tábla, lehet, hogy ezt is eltüntetjük mindjárt. Szóval az árnyékos területeket feljebb húzzuk. Így van. És emelünk, nem a brightness-en, hanem mondjuk az expozíción egy picit. Aztán pedig itt van nekünk a retus eszköztárunk, ami retus eszköztárból a heal eszközt, és azon belül is az objectet választjuk ki. Ez azt jelenti, hogy egy megszabott ecset mérettel, mondjuk állítsuk quality hogy még jobban szopassuk magunkat, ez valószínűleg megint lassú lesz, szóval átfestjük azt a területet, amit el akarunk tüntetni, és ő pedig Szép lassan elkezdi át Így is van egy picit ezeket a területeket is. Na meg itt! És itt a vége ezeket a csodákat tudja a Pixeler online képszerkesztő szoftver többek között. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor nyomj egy lájkot, like illetve, ha még eddig nem tetted, iratkozz fel a csatornámra. De erre a csatornára nem csak feliratkozni, hanem tagként csatlakozni is lehet, hogyha a videó alatti csatlakozás gombra kattintasz. És nagy köszönetem mindazoknak is, akik a Patreonon támogatják ezt a csatornát, és akiknek a neve itt olvasható. Ezen kívül, hogyha mélyebb képszerkesztési ismeretek érdekelnek, például a Photoshop, például a Lightroom, ajánlom figyelmetbe a videó alatti linket, ahol prémium képszerkesztő tartalmaimat érheted el, és szerezheted be magadnak. Szép fényeket nektek! Sziasztok!